Enyhe tünetei vannak a majomhimlős magyar férfinak, rajta kívül itthon még nem azonosítottak másik fertőzöttet, kontaktjait azonban ellenőrzik a szakemberek. Hogy miről ismerhető fel a majomhimlő, és lehet-e újabb világjárvány belőle, arról Rusvai Miklóst kérdezzük. Jó estét kívánok, Rusvai Miklós virológusnak. Hát itt van a majomhimlő, és ön azt mondta, hogy nem lesz ebből világjárvány, ami megnyugtató, így a Covid járvány után mindenképpen, vagy közben, de azért arra is azt mondták eleinte. Én tudok mondani olyan szakértőt, hogy hát ez ott maradt Kínában, nem lesz ez annyira veszélyes. Szóval a majomhimlő esetében ön miért tudja ezt biztosra mondani? A vírusnak a tulajdonságai egész mások, tehát egy, más a terjedő képessége, nem terjed úgy cseppfertőzésről. Tehát egy koronavírusnál nem mernénk így egymással szemben ülni, ha az egyikünk fertőzött lenne, a másik meg nem. Ott ebből a távolságból is megfertőzheti egyik ember a másikat. Itt már egészen biztosan tudják, hogy hogyan terjed, mert ugye az állatról terjedt emberre, a britek most jelentették be, hogy ott már humán terjedés van, tehát mindenhol annak kell lennie. Mindenütt szoros testi kontaktus kell, tehát az állatról is úgy terjed az emberre, ha az ember nyúzza, darabolja, dolgozza fel konyha technikailag azt az állatot, akkor persze átterjedhet. És akkor miért kezdett el most ez terjedni? Mert ugye itt arról van szó, hogy nem annyira halálos, nem annyira veszélyes, kellemetlen betegség, nem terjed annyira, de hát most mégis jobban terjed, mint korábban. Valami történt laikusként ezzel a vírussal. Az egyik Afrikában jobban terjed, hiszen ott is kezd megszűnni a korábbi fekete himlői elleni immunizálás hatása, tehát Afrikában, ahol honos a vírus helyileg, egyre több ember betegszik meg évről évre. A Covid miatti lezárások megszűntek, az utóbbi két hónapban az utazás, a turizmus felvirágzott, mennek az emberek Afrikából, utána mennek haza, az afrikaiak is utazgatnak azért, amennyire lehet, plusz jöttek még olyan események, fesztiválok, közösségi események, amiken ez a vírus bekerült az ott levőkbe, akik hazautazva a saját hazájukba, a helyi közösségeiket pedig megfertőzték. Tehát tulajdonképpen akkor azért van az egész, mert Afrikában jobban terjed, mert már nem immunizáltak az afrikai emberek részben annyira. Részben ez az egyik fő oka, igen. Jó. Ugye, ha már itt van, azért akkor kell arról beszélni, hogy hogyan lehet megelőzni például. Tehát mi a megelőzés? A Covid-nál rengeteget beszéltek erről, hogy mossunk kezet, meg és a többi, és nem ismétlem el az összeset. Hogy lehet ezt megelőzni? Hát ezek itt is működnek, tehát ha valakiről tudjuk, hogy fertőzött, ne használjunk vele közös törülközőt, kerüljük a szoros testi kontaktust, és így tovább. Az a baj, hogy mire kiderül, hogy az illető fertőzött, és sokszor nem is nagyon feltűnőek a tünetek. Tehát mennyi alapangási idő? Hát akár két hét is lehet, mire a jellegzetes bőrtünetek megjelennek, de akár több is, tehát 16-17 nap is eltelhet. Azt mondja, hogy nem mindenkinél jelenik meg jellegzetesen, mert a Covid-nál nagyon-nagyon különböző volt. Itt is különböző a lefolyás? Sajnos igen, tehát vannak, amikor csak a kézen, arcon ezek a bőrelváltozások, ilyen pusztulák, hólyagok megjelenik néhány, de van, akinél ez bizony nem annyira feltűnő, hogy gyanút keltsen. Az első tünetek mik egyébként, amikor meg úgy figyeljünk oda? Tehát az első tünetek nem jellegzetesek. Láz, fejfájás, izomfájdalom, fáradékonyság, akármi lehet, influenzától kezdve bármi lehet. Az első, ami jellegzetes tünet, az a bőrelváltozás, ami mondjuk 16-18 napon. Igen, látjuk ezeket a borzasztó képeket. Az a baj, hogy ezek megint csak a legjel. Ezt már nem téveszti el senki, de amikor van az arcán valakinek három pattanás, azt nem veszem gyanúsnak. Tehát ez nem úgy jelenik meg, ahogy a médiában nem mindig a képeken látjuk? Sajnos nem. Mindig a legborzasztó. Hát persze a sajtó is ugye a tömegszerencsétlenségre, és nem arra, hogy egy biciklis véletlenül elütött egy gyalogost. Igen, és ezekre a szörnyű képekre. Mit lehet tudni az oltásról? Azt olvasom, hogy a Moderna tesztel, miért van egyáltalán szükség rá, ha nem annyira fertőző, és nem annyira halálos a betegség? Én úgy gondolom, hogy gócoltásra akarják használni, tehát a fertőzöttek környezetében lévő kontaktszemélyeket célszerű oltani, illetve Afrikában, bizonyos területen, például a Kongói Köztársaságban, ami a gócpontja tulajdonképpen az egész betegségnek, és
Afrika más országaiba is onnan sugárzik szét, ott mindenképpen célszerű lenne oltani. Covid aggasztja önt Portugália, ott megugrott az esetszám, az Omikron változatának ez a BA.5 jelű variánsa okozza. Portugáliában 87%-os az átoltottság, és most meredeken megy fel az elhunytak száma is. Hát azt kell, hogy mondjam, sajnos az Omikron az fertőz. Azért az, hogy meredeken emelkedik az elhunytak száma, szerencsére ennyire túlzás nem. Túlzás. Tehát magyarul a fertőzöttek száma ott is nő. Igen, ez most még a nyárig van valamennyi, de én azt hiszem, hogy nekünk ettől nem kell tartani, majd milyen összejön. Milyen őszre számít azért majd összejön, a náthás esetek száma meg fog emelkedni, és ezek egy jelentős részét a koronavírus okozza majd. Az oltás, amit mond most, mikor és kinek ajánl? Ősszel ajánlom szeptemberben, illetve augusztus második felében azoknak, akik idősek, kockázati csoportban jelentős túlsúly, cukorbetegség, keringési problémák, stb. És főleg a 80 év fölötti, akkor nekik mindenképpen ajánlom. Rósvai Miklósnak köszönöm, hogy itt köszönöm volt, és elmondta mindezt. Önöknek is köszönöm a figyelmet, kollégáim nevében is maradjanak, mert jön az 500, most az utolsó, úgyhogy mindenképpen nézzék meg. Egon várja majd önöket, és holnap este is Egon várja önöket. Viszontlátásra!